következő mesét Juli küldi neked a KNH gyógyvarás mesedoktorok programon keresztül. Kívánom, hogy minél előbb gyógyulj meg. A mese címe Tigris és a vihar, és ez egy puertorikói népmese. Egyik este, alkonyatkor, Nyuszi a dzsungelbe indult feleségével és barátaival, bagoljal és a kutyával. Útközben lehullott indákat találtak a földön. Megálltak hát, és felszedegették. Hát, ha sikerül, jó erős kötelet vonniuk belőle. Nyuszi hirtelen furcsa hangot hallott. Ütemes farokcsapkodást, elnyújtott mély morgást, és egy erős mancs tompa puffanását. Tigris közeleg, sukta a többieknek. Gyorsan bújatok a sziklamüki, én majd elintézem. Azok úgy tettek, ahogy Nyuszi mondta, és egy pillanattal később csak ugyan tigris rontott ki a bokrok közül, Á! üvöltötte. Újra sarokba szorítottalak. Ezúttal nem menekülhetsz előlem. Jaj, tigris, kezdte Nyuszi szomorú ábrázattal, hogy te milyen rosszul tudsz időzíteni, hát nem hallottad? Hatalmas vihar közelek, hurikán, azt hiszem. Éppen a fához próbáltam kötözni magam, nehogy elsodorjon. Ha van egy kis eszed, te is így teszel. Badarság, üvöltötte tigris. Már megint rá akarsz szedni. Számtalan szort bolondját járattad velem, de most nem fog sikerülni. Hát jó, sóhajtott a Nyuszi. Egyél csak meg, ha akarsz, de számíts rá, hogy a vihar lecsap rád, mielőtt még jól lakhatnál belőlem. Nyisd csak ki a füled, mondta, s a szikla irányába mutatott. Az eső kopogását már is hallani. Nyúlni asszonyság résem volt. Így hát gyorsan a földhöz veregette izmos hátsó lábait. Kip-kop, kipi-kopi, kip-kop, mondta Tigris Tétován. Talán mégis igazad van. Ah, de bizonyára csak egy könnyű zápor lesz, úgyhogy inkább most azonnal bekaplak. Nem bánom, ha kicsit vizes lesz a bundám. Még hogy könnyű zápor, vágta rá Nyuszi. Hát te nem hallod a vihar előszelét? Most bagyon volt a sor, hosszú barna szárnyával csapkodni kezdett, és közben huhogott. Hú, 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 ajjaj, mondta Tigris remegő hangon, csak ugyan vihar közeleg, de annyi idő még biztos van, hogy felfaljalak. Talán, bólintott Nyuszi, de akkor vajon ki fog téged a fához kötözni. Hallgass csak, a szél egyre erősebben süvit. Perceken belül itt a vihar, és ekkor kutya is rázendített. Aú! 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 Jól van, jól van, nyögte tigris. Kötöz gyorsan a fához, de jó szorosra húzdám azt a kötelet? Nyuszinak nem kellett kétszer mondani. Körbetekerte az indákat tigris csíkos lábain, majd tigris csíkos hasán is, és szorosan oda kötözte a fához. Felesége és barátai eközben szüntelen dübögtek, húogtak és vonyítottak. Kész is vagyunk, jelentette Nyuszi, amikor Tigris már moccanni sem bírt. Jó darabig semmi el nem mozdíthat innen. Na és veled mi lesz? kérdezte Tigris. Ó, miattam egy percig se aggódj, kuncogott Nyuszi. Most már biztonságban érzem magam. Azt hiszem, elkerült bennünket a vihar, hallgass csak! Erre hirtelen vége szakadt a dübögésnek, huhogásnak és vonyításnak. Nyúlni asszonyság, és a két barát pedig hahotázva bújt elő a szikla mögül. Már megint sikerült, ordította a tigris. Újra rászettél, de most aztán nem menekülhetsz. Ám amikor rá akart rontani nyuszira, egy tagját se tudta mozdítani. Egyetlen centit sem. Úgy odakötözte nyuszi a fához. Ereszel, engedj szabadon, azonnal, menj dörögte, de nyuszi csak vigyorgott. De hogy eresztlek, felelte, hiszen ha van valami veszélyesebb a süvöltő viharnál, akkor az egy felbőszült üvöltő tigris. Azzal feleségével és barátaival együtt eltűnt az éjszakában.